Egyre közelebb május 26-a, vagyis az EP választás 2 nap múlva. Szombaton elindul hivatalosan is a kampány, vagyis a pártok elkezdhetik gyűjteni az aláírásokat, a listákat pedig április 23-áig kell leadniuk. Megmutatjuk a legutóbbi mandátumbecslést, ez szerint a Fidesznek 13 képviselője lehet Brüsszelben, a Jobbiknak, illetve az MSZPP-nek 3-3, a DK-nak és a Momentumnak 1-1, vagyis az ellenzék összesen 8 képviselőt szerezhet. A liberálisok ezért azt mondják, hogy most van az utolsó pillanat, hogy közös ellenzéki listán induljanak. Farkas Örs politikai elemző, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tegnap itt volt ebben a székben, amelyben most ön helyet foglal, Selmer Ádám, a liberálisok főpolgármester jelöltje és ügyvívője, aki azt mondta, hogy mindenképpen közös lista kellene az európai parlamenti választásokra, megkeresték a többi pártot, közvetlen választ kaptak, de igazából hivatalosan még senki nem szólt nekik. És hozzá is tette, hogy valamilyen formában mégiscsak erőt kellene felmutatni. Most mi ez a valamilyen formában, és mi lenne az az erő, amit az ellenzéknek föl kéne mutatni? Furcsa dolog, amikor ezt a kezdeményezést egy 1% alatt mért pártnak a képviselői teszik meg. Teljesen egyértelmű, hogy a liberálisoknak ez a szándéka, de mondhatnánk azt, hogy alapvetően a kispártoknak ez a szándéka, hiszen azok, akiket a közélemény kutatások masszívan 5% alatt mérnek, azok értelemszerűen keresik az együttműködést olyan pártokkal, akiket 5% felett mérnek, és így próbálnak európai mandátumot szerezni. A liberálisoknak ez egy régi eszköze, így szerzett például Bőszonet országgyűlési mandátumot, hogy a szocialista párttal együttműködve bekerült az országgyűlésbe. De azért alapvetően az látszik, hogy egy ilyen típusú választás, amely az európai parlamenti választás, ami kizárólag listás választás, ott most a pártok, az ellenzéki pártok szeretnék megmérettetni magukat, ezt mutatja a külön indulásnak vagy a kialakult helyzete, és nyilvánvalóan az önkormányzati választásra készülve próbálják az erőviszonyokat felmérni, illetve próbálnak egymással szemben pozíciót fogni. Van értelme ennek a közös listának? Mert hisz az MSZP párbeszéd külön listát állított, a DK külön listát állított, a Jobbik külön listát állított, hát akkor honnan lehetne még itt partnereket szerezni? Értelemszerűen azoknak a pártoknak, amelyek önállóan is képesek megszerezni az 5%-os támogatottságot, nekik, ők nincsenek rászorulva arra, hogy bármilyen más párttal összefogjanak. Lehet, hogy nekik is segítség lenne, ugyanakkor nem biztos, hogy többet hoz mondjuk az összefogás, mint amennyit visz, hiszen lehet, hogy mondjuk egy teljes összefogás esetén nagyon sok baloldali választó vagy ellenzéki választó egyszerűen nem megy el szavazni, és amennyit mondom, hoz az összefogás, annyit el is visz. A kispártoknál nyilván más a helyzet, a most itt említett közvéleménykutatás mellett azért más közvéleménykutatások is napvilágot láttak az elmúlt napokban. Egyebek mellett a Nézőpont intézeti, amely ugye azt mutatta, hogy az LMP-nek, a Momentumnak és a Kétfarkú Kutyapártnak is nehézséget okozhat az 5%-os küszöbnek az elérése. Éppen ezért náluk azért komoly munka következik a hátralévő 53 napban, hogy a saját választóikat azokat az urnához tudják vinni majd május 26-án. Valami hasonló eredményre jutott az Európai Parlamentnek is a mandátumbecslése, amit ön az előbb említett. Igen, annak a specialitása az, hogy az egy nagyon érdekes dolog, amikor a parlament a saját magáról mond mandátumbecslést, azt nem tudom, hogy valaki végig gondolta, hogy milyen lenne, hogyha Magyarország gyűlés például mondjuk az országgyűlési választásokat megelőző hetekben elkezdeni megbecsülgetni, hogy a következő országgyűlés hogyan fog kinézni. Tehát lenne azért, aztán itt a... Úgyhogy ebből azért jól ki lehet szűrni, hogy talán inkább ez egy politikai eszköz, mint inkább egy valódi közvéleménykutatás, de kétség kívül azért a kispártoknak, mondom, fel kell keresniük a hátralévő időszakban a saját választóikat, és el kell tudni őket vinni választani. Nem lesz könnyű feladat, ugyanis azért az elmúlt időszakban olyan sok újdonságértéket nem sikerült megfogalmazni a magyar belpolitikában sem, illetve az Európai Uniós politika terén sem, amely mondjuk csábíthat választókat. Tegnap már említettem, még egyszer ideidézem Galló Béla politológust, aki azt mondta, hogy az elmúlt 10-11 évben az ellenzéki pártoknak idehaza nem sikerült semmilyen programmal úgy átütni, külön-külön átütni a inger küszöbét a társadalomnak. Hát most is valami hasonló látszik, vagy ön lát valami változást? Őszinte leszek, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül programokra van ahhoz szükség, hogy valaki egy választót meg tudjon szólítani. Sokkal inkább arra, hogy egy politikai szerveződés az következetesen, és
stabil értékrend mentén politizáljon. Ugye ezt nem látjuk az ellenzéki pártoknál, csak egy konkrét példa az elmúlt napokból. Mondjuk a család politika intézményét az ellenzéki pártok hónapok óta folyamatosan támadják. Nem értettek egyet a nemzeti konzultációval ebben a témában, nem értettek egyet a nemzeti konzultáció eredményével, nem értettek egyet a benyújtott törvényjavaslatokkal, rengeteg módosító indítványt nyújtottak ezzel kapcsolatban, majd a végén mégiscsak megszavazták és azt mondták, hogy ez egy jó dolog. Tehát nyilvánvalóan azok a szavazók, akik ezeket a pártokat támogatják, azok nem nagyon tudnak kiigazodni azon, hogy akkor most mi mit is gondolunk, a mi pártunk mit is gondol, akár a családpolitikáról, akár Európa jövőjéről, akár mondjuk Magyarország jövőjéről. Tehát nyilván ezeknek a pártoknak először a saját zsinórmértéküket kellene meghatározni, ahova mindig vissza tudnak térni, amit a választók tudnak és következetesen követni tudnak. Úgyhogy inkább ez az, ami hiányzik, mint a programon. Ezt mondjuk le is fordíthatja úgy a szavazó, akár legyen ellenzéki szimpatizás, hogy most én igénybe veszem a csokot, a családtámogatási kedvezményeket, vásárolok majd 7 személyes autót, mert ahhoz is van 2,5 milliós kedvezmény. Hogyha azok, akik ezt nem támogatják, majd egyszer kormányra kerülnek, akkor elvehetik tőlem? Ilyen is lehet? Hát legalábbis ezt az üzenetet azért nem sikerült megcáfolni az ellenzéki pártoknak az elmúlt hetekben. Egyedül a demokratikus koalíció az, amely következetesen a kormány politikájával szemben politizál. Hát ők voltak az egyetlenek néhány független képviselő társaságában, akik ismét nem szavazták. Így van, de Gyurcsány Ferenc pártjának azért ez egy tudatosan felépített stratégia. Gyurcsány Ferenc az egyedüli, aki az Egyesült, vagy az Európai Egyesült Államok vízióját szeretné követni. Gyurcsány Ferenc pontosan tudja, hogy bár ez a vélemény Magyarországon jelenleg nagyon nagy kisebbségben van, mégis van azért egy 15-20%, aki ezt támogatja, Gyurcsány Ferenc nekik próbál kedvezni. Engedje meg, hogy a végére idézzek Szél Bernadett független képviselőtől. Azt mondja, tudomásul kell venni, hogy az országgyűlési képviselő mintát állít, példaértékűnek számít bizonyos esetekben. Most nem tudom milyen esetekben, például Bangóné torna gyakorlatára itt a szomszédos folyosón, vagy a pontosi és az elipszilonosi használatára. Milyen példára gondolhatott? Igen, nem lenne illendő, hogyha mondjuk én bármely országgyűlési képviselőnek a személyes munkáját mondjuk értékelném, de kétségkívül a választók azért az elmúlt néhány hónapban arról a típusú politikáról is véleményt alkottak, amelyet az ellenzéki pártok vagy független képviselők bemutattak, akár itt a köztévének, vagy közmédiának az épületében. Teljesen egyértelmű, hogy amilyen irányba az ellenzéki politika elmozdult, ami a utcai politizálásnak a meghonosítása közintézményekben, illetve az országgyűlés falai között, az azért alapvetően nem egy támogatott forma, tehát vélhetően Szél Bernadettnek a politikája sem fogja meghozni kívánt szavazatokat. Azt se felejtsük el, hogy Szél Bernadett egyébként a most május 26-án következő választásokon például nem méretteti meg magát, mert nincsen olyan formáció, amelyhez tartozik, és amelyen részt tudna venni a választásokon. Köszönöm szépen. Én köszönöm.